Sziasztok! Sajnálom, hogy ennyit kellett várni erre a videóra, de ha hiszitek, ha nem, eddig Coopert futottam. Ebben a videóban a tártűfről lesz szó, ugyanúgy, ahogy eddig, először jön a cselekmény, aztán pedig egy kis elemzés. Már megint olyan jó fejek voltunk, hogy ehhez a videóhoz is csináltunk egy családfát, amiben összeírtuk nektek, hogy ki kicsoda, hogy ezzel is követhetőbbé, puskázhatóbbá tegyük a történetet. Orgon a családfő, első házasságából született két gyermeke, Damis és Marian. Orgon anyja Pernel asszony, második felesége pedig Elmira. Marian szerelme Valér, komornája Dorin, Elmira bátyja pedig Kleant. Tartüf Orgon házában lakik, mert Orgon befogadta. A tártűf 5 felvonásból áll, ezeket pedig sok pici jelenetre bonthatjuk. Az egész történet Párizsban, Orgon házában játszódik. Az első felvonás első jelenetében Orgon anyja, Pernel asszony elutazik. Elkezdtük a csomagolást, Molly! Ez hihetetlen! Pernel asszony egy kicsit olyan, mint egy házsártos vénasszony, mindenkiben csak a rosszat látja. Dorin, a komorna, szerinte Pimasz, az unokája Damis, egyszerűen ostoba, a másik unokája Marian szerinte titokban csúf dolgokat csinál, Elmira, a menye, szerinte szórja a pénzt, mert új ruhákat vásárol, és ezzel biztos más férfiaknak akar tetszeni. Jaj, mert nyáron elmentem egyszer vagy kétszer diszkóba, Maunika! Kleant, Elmira bátyja pedig szerinte szörnyű elveket vall a világról. A házban csupán két embert szeret, Orgont a fiát és Tartüföt, aki szerinte a családot az üdvösség felé vezeti. Tartüföt egyébként Orgonon és Pernel asszonyon kívül mindenki utálja, mert mióta Orgon befogadta a házba, azóta ő parancsol. Ergo ebből a műből egy zseniális brazil szappanoperát lehetne forgatni. A második jelenetben Dorinon és Kleanton kívül mindenki kikíséri Pernel asszonyt a kapuhoz. Így ők ketten nyugodtan meg tudják beszélni, hogy bár Pernel asszony is rettenetes, de a fia Orgon még rosszabb, mert mindent elhisz Tartüfnek, és vakon megbízik benne. A harmadik jelenetben a többiek visszajönnek, Elmira elmondja, hogy Orgon hazaért, ezért felmegy a saját szobájába, hogy ott várja meg a férjét. Damis pedig megkéri Kleantot, hogy beszéljen Orgonnal Marian és Valér esküvőjéről, ami szerint eddig Tartüf miatt lett elhalasztva. A negyedik jelenetben Orgon megkérdezi Dorintól, hogy mi történt itthon, amíg ő távol volt. Dorin elkezdi mesélni, hogy Elmira beteg lett, de Orgont csak Tartüf egészsége érdekli. Az ötödik jelenetben Orgon és Kleant összevesznek, mert Kleant elmondja Orgonnak, hogy szerinte Tartüf egy csaló. Orgon faképnél akarja hagyni Kleantot, de Kleant még gyorsan megkérdezi, hogy mi lesz Marian és Valér esküvőjével, de Orgon erre nem válaszol. A második felvonás első jelenetében Orgon beszél a lányával Mariannal, és közli vele, hogy nem Valérhoz fog feleségül menni, hanem Tartüfhöz. A második jelenetben Dorin, a komorna, aki hallotta Orgon előző ötletét, megpróbálja őt lebeszélni erről a házasságról, de Orgon hajthatatlan. A harmadik jelenetben Dorin és Marian beszélgetnek. Dorin nem érti, hogy Marian miért nem állt ki az igazáért, és miért nem harcolt az esküvő ellen, de Marian azt mondja, hogy ő szófogadó, nem akar ellent mondani az apjának, pedig tiszta szívéből szereti Valért. A negyedik jelenetben Valér, aki már hallott az új esküvő tervéről, megkérdezi Mariant, hogy tényleg Tartüf felesége lesz-e. Marian azt mondja, hogy mivel az apja ezt akarja, ezért most nem tudja, mit csináljon. Ezen Valér természetesen megsértődik, és összevesznek. Kettejüket Dorin békíti ki, és azt a tervet eszelik ki, hogy Marian látszólag belemegy a házasságba, ezzel is időt nyernek, míg kitalálják, mit csináljanak. Szilvás buktát, mert azt szeretem. A harmadik felvonás első jelenetében Damis azt mondja Dorinnak, hogy megkérdezi Tartüföt erről a házasságról. Dorin azt mondja, hogy jobb lenne, ha Elmira beszélne Tartüffel, ezért elbújtatja Damist egy kis fülkében. A második jelenetben Dorin szól Tartüfnek, hogy Elmira szeretne vele beszélni. Tartüf, amint ezt megtudja, nagyon kedves lesz Dorinnal. Dorin ekkor már biztos benne, hogy Tartüf szerelmes Elmirába. A harmadik jelenetben Tartüf és Elmira beszélgetnek. Elmira megkérdezi Tartüföt, hogy tényleg feleségül akarja elvenni Mariant. Ekkor azonban kiderül, hogy Tartüf valójában... Orgon feleségére hajt, és szerelmet vall Elmirának. Ráadásul Damis, akit ugye Dorin az előbb elbújtatott, mindezt végighallgatja. A negyedik jelenetben Damis előbújik, elmondja, hogy mindent hallott, és ezt el fogja mondani az apjának, Orgonnak is. Az ötödik jelenetben megjelenik Orgon, és Damis elmondja neki, hogy mit hallott. Elmira szerint ezt az egész butaságot nem kellett volna elmondani Orgonnak, és ott hagyja őket. A hatodik jelenetben Orgon megkérdezi Tartüftől, hogy igaz-e, amit Damis mondott. Tartüf letérdel, szimpadiasan bűnösnek nevezi magát,
ezért Orgon nem hiszi el, hogy tényleg bűnös. Orgon Damiszt kitagadja a családból, és eldönti, hogy Marianne és Tartuff esküvőjét még ma megtartják. A hetedik jelenetben Tartuff felajánlja, hogy elmegy, de Orgon ezt nem hagyja, sőt, megkéri, hogy még több időt töltsön együtt Elmirával. Ezen kívül Orgon azt is kitalálja, hogy Tartuffot teszi meg egyetlen örökösének. A negyedik felvonás első jelenetében Cleant megkérdezi Tartuffot, miért hagyta, hogy Orgon kitagadja Damiszt. Tartuff erre azt feleli, hogy Isten érdeke, hogy ők ketten többet ne találkozzanak. A második jelenetben megjelenik Elmira, Dorin és Marianne. Dorin megkéri Cleantot, hogy segítse meggyőzni Orgont, hogy ne legyen esküvő. A harmadik jelenetben Marianne már könyörög Orgonnak, hogy ne kelljen Tartuffhoz mennie, de Orgon nem enged. Elmira be akarja bizonyítani férjének, hogy Tartuff becsapja őt, ezért elküldi a többieket, és megkéri Dorint, hogy hívja oda Tartuffot. A negyedik jelenetben Elmira az asztal alá bújtatja Orgont. Azt mondja a férjének, hogy ki fog kezdeni Tartuffel, és ő csak akkor bújhat elő az asztal alól, ha már biztos benne, hogy Tartuff rossz ember. Az ötödik jelenetben Elmira szerelmet val Tartuffnek, és Tartuff ennek hatására beismeri, hogy az orránál fogva vezeti Orgont. Mielőtt a szerelem beteljesedhetne az asztal tetején, Elmira megkéri Tartuffot, hogy nézzen ki az ajtó elé, nehogy ott legyen Orgon, és rájuk nyisson. A hatodik jelenetben Orgon előbújik az asztal alól, és Elmirával beszélget a történtekről. A hetedik jelenetben Tartuff visszajön, Orgon kidobja őt a házból, de még mielőtt elmenne, Tartuff azt mondja, hogy a végén majd nem neki, hanem Orgonéknak kell elhagyniuk a házat, hiszen Orgon mindenét Tartuffre iratta. A nyolcadik jelenetben Orgon elszalad megnézni, hogy egy bizonyos iratokat tartalmazó kazetta még a helyén van-e. Az ötödik felvonás első jelenetében Orgon elmondja Cleantnak, hogy a kazettában lévő titkos iratok eltűntek. Ezek az iratok kompromitálóak Orgonra és a családjára nézve, ezért még nagyobb bajban vannak, mint ahogy Orgon azt elsőre gondolta. Ezeknek a dokumentumoknak a tartalmáról majd egy későbbi jelenetben szerzünk tudomást. A második jelenetben Damis visszatér és felajánlja, hogy megöli Tartuffot, de Cleant lecsillapítja. A harmadik jelenetben Pernell asszony visszatér, Orgon elmeséli neki, mi történt, de Pernell asszony nem hiszi el, hogy Tartuff gonosz. A negyedik jelenetben megjelenik Loyális úr, aki Tartuffot képviseli, és azért jött, hogy kilakoltassa Orgonékat. Orgonék egy nap haladékot kapnak, hogy összeszedjék a cuccaikat. Az ötödik jelenetben Loyális úr távozása után már Pernell asszony is elhiszi, hogy Tartuff gonosz. Szörnyeteg vagy, Zorge. Tudom. A hatodik jelenetben megjelenik Valér, aki elmondja, hogy Tartuff átadta az iratokat a királynak, amiben egyértelmű bizonyíték van arra, hogy Orgon egyik közeli barátja felségárulást követett el. Valér ezután pénzt akar adni Orgonéknak, hogy meneküljenek. Ám ebben a pillanatban, a hetedik jelenetben megjelenik Tartuff egy rendőrhadnaggyal, és le akarja tartóztattatni Orgont. Ám a rendőr elmondja, hogy a király parancsára nem Orgont, hanem Tartuffot tartóztatja le, mert ő egy híres csaló, akit régóta köröznek. Orgon a király elé akar menni, hogy megköszönje az igazságos ítéletet, és kijelenti, hogy Marianne és Valér esküvőjét hamarosan megtartják. Wow. Itt a vége, jöjjön egy kis elemzés. A Tartuff műfaj a komédia, ami egy olyan drámai műfaj, ami a látszat és a valóság ellentétén alapul. A komédiában nagyon fontos a komikum, vagyis a nevetséges hatás. Alapvetően kétfajta komikum létezik, a jellemkomikum és a helyzetkomikum. A Tartuffben mindkettő megtalálható. A jellemkomikum az, amikor egy szereplő a saját személyisége miatt vicces, ilyen például Orgon, aki végtelenül hiszékeny. A helyzetkomikumban pedig a szituáció, vagyis a körülmények viccesek, ilyen például az asztalos jelenet, ahol Orgon az asztal alatt guggol, Tartuff pedig Elmirát az asztal tetején majdnem magáévá teszi. A Tartuff ezen kívül középpontos dráma, vagyis a történet közepén egy szereplő áll, a többi karaktert pedig az határozza meg, hogyan viszonyulnak ehhez a középponthoz. A középpont természetesen Tartuff, őt mindenki utálja, kivéve Orgont és Pernell asszonyt. Ahogy Orgon nem hiszi el a többieknek, hogy Tartuff csaló, úgy a dráma végén Pernell asszony nem hiszi el Orgonnak, hogy Tartuff gonosz, így ez a két jelenet tükörképe egymásnak, kiegészítik egymást. Azt még megjegyezném, hogy ebben a komédiában benne van a tragédia lehetősége is. Mire Orgon rájön, hogy tévedett, addigra teljesen kiszolgáltatja a családját Tartuffnek. A dráma egyensúlyát a királyi ítélet és a rendőr billentik helyre, ez azonban nem következik az eddigi eseményekből, isteni beavatkozásnak tekinthető. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Viszont ami a legfontosabb, tanuljatok, mert holnap témazáró. Sziasztok! De Cleant még gyorsan megkérdezi Orgont, hogy mi lesz Varian... Varian... Varian...
és közli vele, hogy nem Valérhoz fog fordulni. Ez lesz. Mert ő egy híres csalő. Buksi.